Holnaptól nagy valószínűséggel már mindenki a Steyr nagy díjra koncentrál, de egyelőre még a múlt vasárnap történései miatt forrnak az indulatok a Red Bull ringen. A viták, vagy inkább kritikák egyik középpontjában az úgynevezett FIM MotoGP Stewards Panel áll, talán magyar ezt leginkább versenyigazgatóságnak tudnám fordítani. Ugye ez egy három tagú plénum, akiknek az az egyik feladata, hogy adott esetben ugye a büntetéseket kiszabják a különböző szabálysértések során. Ugye ennek a bizottságnak a vezetője ugye a korábbi 500-as világbajnok Freddie Spencer. És hát sok olyan véleményt lehet hallani gyakorlatilag most már vasárnap óta, de egyébként még talán a megelőző időszakból is, hogy szemben a Forma 1-jel, ahol már egy kisebb baleset után is szinte azonnal mindig látjuk és kiírják, hogy vizsgálat alatt, tehát hogy vizsgálják az esetet a stewardok, a versenybírók, valahogy ez a MotoGP-ben nem akar működni ez a rend, még egy olyan nagy baleset kapcsán sem, mint amit ugye vasárnap láthattunk a MotoGP-ben, mert sokak véleménye szerint azért mégiscsak az lett volna normális, ha már rögtön az eset után raportra hívják gyakorlatilag Joan Zarcót is, Franco Morbidellit is, mind a ketten elmondják a saját álláspontjukat, a videófelvételek nyilván már akkor is a rendelkezésükre álltak volna, és még ha aznap nem is hoznak már valamilyen döntést, de legalább meghallgatták volna a versenyzőket, és hova tovább, aztán erről mondjuk a sajtót is értesítenék, és nem csak hallgatásba és nagy néma csendbe burkolóztak volna, mint ahogy ezt tették már ugye sokadjára. Emiatt nagyon sok kritika is érte őket az elmúlt napokban, egyébként a nemzetközi sajtóban is. Most, hogy ennek a nyomásnak köszönhetően, vagy amúgy is így történt volna, nyilván ezt sosem fogjuk megtudni. De ugye az elmúlt napokban azt már tudni lehetett, hogy a mai napon egyrészt a Zarco Morbidelli incidens kapcsán, másrészt pedig a Paul Espargaró és Miguel Oliveira ütközés kapcsán is meghallgatják majd a résztvevőket. Kezdjük úgymond a kisebb falattal, ugye ez a Paul Espargaró és Oliveira ütközés, hát a kettőjük álláspontja az egyáltalán nem közeledett az elmúlt napokban. Azt is tudjuk ugye, hogy a francia televíziónak Oliveira elég keményen nyilatkozott, és hát gyakorlatilag Espargaró intelligencia szintjét firtatta a nyilatkozatában, amire a spanyol ma úgy reagált, hogy neki is voltak azért ilyen heves pillanatban elkövetett nyilatkozatai, reakciói, de a tiszteletet az sosem veszítette el a versenytársak irányában, már pedig ő itt most ebben ezt érzi, és ami különösen, hát nem is tudom, piszkálja a csőrét, hogy Miguel még a mai nap folyamán sem kért elnézést ezért a nyilatkozatáért, miközben azzal a motorral versenyez, amit ő fejlesztett, vagy ő alkotott meg, mondta ezt magáról Paul Espargaró. Úgyhogy itt a kedélyek egyelőre, hát nem csitulnak, de biztos vagyok benne, hogy holnaptól már nem erre fognak koncentrálni, hanem Paul Espargarónak például az elsődleges és legfontosabb célja lesz az, hogy megnyerje a vasárnapi futamot, ha már az elmúlt két hétvégén különböző okokból, de mégis hasonló okokból kifolyólag ez nem sikerülhetett neki. Egyébként különböző telemetria adatokat szolgáltattak a MotoGP stewardoknak, és ez alapján egyébként az a döntés született, hogy versenybalesetnek minősítették az esetet, de azt még hozzáteszem, hogy Paul Espargaró elmesélte, hogy bárcsak megmutathatná nekünk ezeket a telemetria adatokat, mert hogy most is ott van mellette, de sajnos nem teheti, viszont számára teljesen egyértelmű az, hogy Oliveira előbb esett el, és csak utána értek össze, nem pedig attól esett el, hogy összeértek. Úgyhogy ahogy ezt a gondolatot kezdtem, az álláspontok egyelőre nem közelednek egymás irányába. Ami a Zarco Morbidelli esetet illeti, abban azért mondhatom azt, hogy mindenki, majdnem mindenki egyetért, hogy nyilván Zarco nem szándékosan
követte el úgymond ezt a manővert, tehát nem szándékosan vágott be és fékezett le Morbidelli előtt, vagy nem az ívet akart az zárni, tehát semmiképp sem szándékosan okozta ezt a balesetet. Hát talán már mondanom sem kell, hogyha régebb óta nézitek a videóimat, hogy az egyedüli, aki nyíltan ezzel ellentétesen nyilatkozott, az Aleix Espargaró volt, aki azt mondta, hogy jobban megnézve a felvételeket, számára teljesen egyértelmű az, hogy Zárkó védeni akarta az ívét, zárni akarta az ívet, és megakadályozni azt, hogy Morbidelli visszaelőzhesse őt. Úgyhogy ő továbbra is ezen a véleménye van, amit egyébként például Danilo Petrucci nagyon kommentálni sem szeretett volna, mert azt mondta, hogy Aleixet így meghagyná a saját világában és a saját gondolataiban. Nyilván ugye Pol Espargaró, aki ugye Brunóban ütközött Zárkóval, hát ő sem a franciát védi, fogalmazzunk úgy. Ő annyit mondott, hogy lehet hibáztatni a pályát a baleset súlyossága miatt, de ő mégiscsak azt gondolja, hogy nem a pálya a hibás, hanem az a manőver, ami ezt az egész folyamatot elindította. Azért, hogy a pályával mégiscsak lehet valami bibi hiányosság, és hogy ez a 2-es-3-as kanyar, ez tényleg veszélyesebb a kelleténél, amiről már nagyon-nagyon sokszor, tényleg évek óta, amióta a MotoGP ide visszatért, azóta folyamatosan ez téma, és beszélnek róla a versenyzők. Nyilván egyik hétvégéről a másikra, vagy 4 nap alatt nem lehet egy pályát átépíteni, de mégis azért a szervezők, illetve a pálya részéről is próbáltak reagálni a múlt vasárnapi történtekre, úgyhogy a 3-as kanyarnál hát meghosszabbították gyakorlatilag a szalagkorlátot. Itt a képen láthatjátok, hogy ilyen betontömböket helyeztek el, azokra hálót helyeztek, tehát hogy ezzel is, ha egy hasonló eset történne, akkor valószínűleg az fel tudná fogni ugye rendesen a motort, nem pedig úgy, mint ahogy ez a múlt vasárnapi balesetnél történt, és elé pedig természetesen egyrészt gumifalat, másrészt pedig ilyen légfalat helyeztek, hogy ha mondjuk a versenyző csapódna neki, akkor lehetőség szerint nyilván ne essen semmi baja. Bízunk természetesen abban, hogy nem, hogy ilyen, de még csak hasonló esés sem lesz a hétvégén, bár vasárnapra megint elég bizonytalannak tűnik az időjárás, és esőt is jósolnak, és a pilóták egyébként eddig is főként esős körülmények között féltek a pályának ettől a szakaszától, és sírtelme nem is tudom visszaidézni, de valamelyik versenyző ma is említette, hogy egyelőre még nem tudja azt elképzelni, hogy esős körülmények között, amikor még egybe van az egész mezőny, akkor majd megérkezzenek a 3-as kanyarhoz, de remélhetőleg száraz marad az időjárás, és akkor ezen majd nem kell aggódnunk. Még a Zárkó Morbidelli esetnél maradva, azért azt hozzá kell tennem, hogy ha bár Oliveira nem érezte úgy, hogy elnézést kéne kérnie Pol Espargarótól, Morbidelli viszont ezt megtette azon nyilatkozat kapcsán, amit ugye még vasárnap délután a pályán tett, az esés után, ahol hát gyakorlatilag félig gyilkosnak nevezte Zárkót, úgyhogy ezért elnézést is kért egyébként a mai nap folyamán minden sajtótájékoztatója is és nyilatkozata során, de azt is hozzátette, hogy az álláspontját azt a tekintetben továbbra is fenntartja, hogy Zárkó valóban meggondolatlanul viselkedett, és nem lett volna szabad sem az előzésbe belekezdeni, mert hogy esély nem volt arra, hogy aztán normálisan íven tudja tartani a motort. És egyébként Morbidelli Zárkó azon állításával sem ért egyet, hogy egyértelműen a francia már előtte lett volna. Egyébként Zárkó erre hivatkozott a mai meghallgatáson is, mert hogy megkérdezték tőle a stewardok, hogy lát-e arra, vagy hogy gondolja, hogy el lehetette volna valahogy kerülni ezt a balesetet. Erre Zárkó azt mondta, hogy én már Morbidelli előtt voltam. Nyilván az egyedüli verzió az lett volna, hogyha előbb fékezek, de ha előbb fékezek, akkor meg azért okozhattam volna balesetet, amit nyilván nem szerettem volna. Ezzel szemben viszont Morbidelli azt mondja, hogy a felvételeket jobban megnézve és kielemezve, Zárkó igazából nem is volt egyértelműen előtte, tehát a tekintetben nyilván nem változtatta meg az álláspontját, hogy továbbra is a franciát tartja hibásnak. Illetve azt is elmondta Franco, pontosan próbálom idézni, tehát hogy nem hiszem, hogy nem fogják megbüntetni Zárkót.
napot. Ez volt a válasz arra, mert hogy azt még ugye nem lehet tudni, hogy a mai meghallgatásnak mi lett a végeredménye, és Zárkó kap-e bármilyen büntetést, amire viszont a francia azt mondta, hogy ha megbüntetnék, az egyszerűen abszurd lenne. Feloldhatatlannak tűnő ellentétekből tehát bőven maradt a mai napra is, és valószínűleg azért az elkövetkezendő időszakban sem fognak közeledni már az álláspontok. De ahogy a videó elején is említettem, amiben a pilótáknak gyakorlatilag a teljes egésze egyetért, hogy ennek a bizonyos MotoGP Stewart Farrellnek, tehát a versenyigazgatóságnak ennél sokkal hatékonyabban és jobban kéne dolgoznia és működnie, még akkor is, ha azt is sok versenyző elmondta, hogy tudják, hogy nincs könnyű dolguk. Azt is megértik, hogy a Moto2-es, Moto3-as kategória kapcsán nagyon sok minden van, amit vizsgálni kell, és talán ezért sem volt már arra idő rögtön a futam után, hogy ezt a két nagy balesetet is alaposan közelebbről és jobban szemügyre vegyék. De az is nagyon sok versenyző részéről elhangzott és megfogalmazódott kritikaként, hogy az sem ártana, hogyha sokkal következetesebbek lennének, és ugyanolyan erősen alkalmaznak, vagy ugyanolyan következetesen alkalmaznak a szabályokat egyrészt mind a három kategóriában, másrészt pedig a kategórián belül is, és nem lenne különbség aközött, hogy egy adott helyzet, baleset, eset az a mező egy elejével történik, a közepével, vagy éppen a végével, és hogy mennyire nagy nevek érintettek benne, vagy éppen nem. Holnaptól tehát remélhetőleg most már mindenki ismét csak a pályán történtekkel fog foglalkozni, és magával a motorozással is nem kell majd mindenféle balesetekről beszélgetnünk. Nem lesz egyébként mindenkinek egyszerű dolga. Szegény Bradley Smith például két nappal ezelőtt megcsípte egy darázs, úgyhogy ilyen iszonyat buci fejjel nyilatkozott még nekünk a ma délután folyamán. Bár azt mondta, hogy higgyük el, hogy ez most már sokkal jobb, mint amilyen a csípés után volt, de azt már kipróbálta, hogy a sisakot fel tudja venni, úgyhogy remélhetőleg nem fogja majd őt zavarni a holnapi nap folyamán, mert hogy holnap pénteken jönnek a Steyr nagydíj, a Sportág első Steyr nagydíjának szabad edzései.